Sziasztok, én Margó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, és ahogy látjátok, két csodálatos vendégem is van ma, és ez a videó nem rólam fog szólni. De? Hát, én leszek a szenvedő alany, hogyha egészen pontosak szeretnénk lenni, ugyanis a mai napon Bence és Timi együttes erővel, csapatmunkával fog engem kisminkelni. Rendkívül érdekes lesz. Timi fogja instruálni Bencét, ő fogja elmondani, hogy mit, mivel kell csinálni, és Bence lesz a végrehajtó ember, és ahogy mondtam, én leszek az elszenvedő alany. Így van. Egyébként a Bence jobban ért hozzá, mint én. Nem, annyira azért nem. Hát de. És igen, itt vannak a kis smincucaim, egy mini válogatást összeállítottam nektek, úgyhogy annyira nem lesz nehéz dolgotok szerintem, mert tényleg csak ilyen fontos dolgok vannak itt. Uh-huh. Mind a kettőnek a kétségbe esett arca. Szerinted mi lesz? Van pár olyan lépés, aminek... Én az előbb kinyitottam, és azt tudtam, hogy mi csoda, és nem találtam meg az alapozót saját magamnak, szóval. Szóval, hogy van pár olyan lépés, amiért nagyon izgulok, hogy ne hagyják ki. Ezen kívül viszont igazából szerintem én most lassan be is fejezem a beszédet, és átadom nektek a terepet. Hát, ja... Kezdjük. Szerintem az úgy jó, hogyha te kiválogatod, odaadod a kezébe, elmondod, hogy nagyjából mit kell vele csinálni, és te meg végrehajtod. Na várjál, én az előbb ezt már kitapasztaltam. Ezt fogd meg, kapaszkodj meg benne. Ez egy beauty blender. Ez egy... Mi ez? Nem tudom, esővíz. Szerintem ez smink fixáló. De várjál, hidratálni kell. Szegény Rebeka, nem látod. Ezzel a vitaminos ízével hidratáld le az arcát. Először. Kicsit lábszaga van, de... Okay. Mi az, hogy lábszaga van? Nem? Hogy csinálsz ilyet? A legjobb illatú. Akkor fent vastagon az arcát. Mikor volt ilyen illat? Amikor kifestették a házat. Viccelek, nagyon illatalan. Oké, te mondod meg, hogy? Az ujjaddal nyúj bele. Igen. És csak kend végig az arcán, így először az egyik úgy, és így dolgozd el. Uh-huh. Jól van. Jó, aztán a másik oldalt is egy kicsit. Tudom már miért. De a másik, aztán nem ilyen sokat, a másik oldalt. Oké. Okay. Jó, és utána az orrát is, az orra és a szája között is. Orra és a szája között, mondom, és a szeme alatt simulott. Kicsit a szempillája is olyan lett, na mindegy. Jó, az állát is, meg a homlokát is. Jó. De vegyél még a homlokához. Jó, veszek. Jó. Oké. Okay. Jól csinálom? Tényleg? Nagyon, igen, abba hagyhatod. Oké. Okay. Nem tudom, hát fújd meg, hogy nem száradjon. De félek, hogy arcon csapsz. Jó, oké. Okay. Na figyelj, ebből nyomj a kezedre. Igen. Mennyit? Ide. Hát egy nyomjál. Egy pumpát? Jobb vagy balkezes vagy? Jobb, nem? Jobb. Akkor a balkezedre nyomjál. Oké. Okay. Már annyit, hogy óvatosan, mert ez kicsit beszokott száradni, és nagyot fog köpni. Az előbb szembe csaptam magamat vele. Nézd, itt van. Tényleg. Oké, okay, egy pumpát? Igen. Jó, igen. Még egyet nyomhatsz. Jó, és akkor ezt bele kell ártani, de így óvatosan. Igen, mász bele. Úgy, és akkor így ilyen olyan mozdulatta, hogy így ütögeted az arcán, vidd végig. De hogy ne, ütögetve, nem pedig, hát valahogy így, jaj, de erősebben, izmosabb. Ne bántsd, csak hogy úgy nem akarom is bántani, de most ilyenkor most te vagy az elmém. Jó, de hogy így finom, belevettél a szemöldökébe. Ezt a másik felét kéne csak azért, mert azt látják a nézők, nem? Nem, csináljad csak az egészet. Ott is igen, ott oda is lehet. De nem mutathatom meg neki, hogy kell, igaz? Csak mondhatom. Mm-hmm. Csak mondhatod? Jó, akkor... De ez amúgy nagyon bizalomgeresztő volt. Lassabban, és... hát így, valahogy így, igen. Jó, vegyél még fel. És... Nagyon jó vagy. De beheted az orrára is, igen. Addig keresem a kövit. Remélem. Nem már! Jobb vagyok, mint tavaly. De nem rossz. Jó, és most mehet a másik oldalt. Jaj, ne bal kézzel! Jaj! Az alapozó, kezdem szépen eldolgozni.
Jó, és akkor még az ilyen zugó, igen, oda is ugye, de ne húzogast, hanem ütögest. Mi csinálod az orrával, miért olyan? Az, hogy az arra mérjen, azt nem jó, tudjuk. Az állát is. Jó, vissza is tértünk, úgyhogy kezdheted mindjárt eldolgozni, csak szeretném elmondani, hogy kamerát cseréltünk, mert Bence kamerája megadta magát, nem bírta a sminkelős tartalmat, úgyhogy folytatjuk tovább. Te csinálhatod ezzel is. Azt mondod? Hát, hogy könnyebb. Akkor a másik szemmel ezzel húzta három szöget. Ez egy másik, na mindegy. Hát de várjál, csak ugyanolyan színű, nem? Csak hasonlít, nem? Júj, nem! Júj, ezt vedd vissza! Nem, akkor menjen azzal inkább. De rá? Nem, dolgozd el, és majd arra rá. Ütögesd el az arcán, és... Girl! Jó, és a másikat is. Hú, de nem mehet soha egy kicsit. Egy kicsit, lehet, hogy sápat lesz, de... Jobb a sárga, nem? Inkább legyen sárga, mint fehér. Hát én nem tudom. Jó, ezzel csinálom, mert az botrányos, ami jobb oldalt van. De nem a... De a szeme... Az a szeme alatt van, Timi. De innen kell, hogy induljon a szem... Csipálak a helyéből. Ilyet sem mondta Pay Beauty videóban szerintem. De erőteljesen behaló. Egyszer. Meg... Ennyire meg vagyunk. Ezután mi jön? Miért nem nézel? Hát nem, csak nézem, hogy mik a... Neked van tipped? Dolgozzunk már össze. Hát igen. Mi például? Az bronzosítom. Várj, hadd nézem. Nyomassunk abból. Ez mi? Púder, nem? Nem tudom. Hú, beálltam tőle kicsit. Mi? Ez mi is oda? Ez nem az. Nem, nem, ezt tudom mi az. Ne rakjuk ezt rá. Ezzel szoktál pamacsolni, amit a szemed alá... Nem mondhat semmit, úgyhogy nekem mondjad, mit szokott ebben pamacsolni? Nem tudom, talán a szem alá van. De talán, vagy nem? Nem tudom. Vajon, vajon. Lóz púder, mi ez a lóz? Hát, hogy púder. Ez mit jelent ez a szó? Hát, hogy mindegy, hagyjuk. Fixing. Akkor nagyon mehet abból egy kicsi. Nézd, mondjuk. Menjen. Ez vagy ez? Állj, várj. Az, a másik. Ez, azt mondod? Hát nem tudom. De ez... Akkor ez. Nem, ez. Ennek van olyan jó, púder. Jó, oké, mehet az. Az olyan rózsaszín is. Ne, ütögesd, és igen, azt előbb szóld le. Igen, így szokta. És utána vidd föl. Aha. Nem olyan rossz. Ugye? Jó. Mehet ezt akkor az egész fejére. Csajci, a bálba te leszel a legrajabb. Annyira ugye vagy. Tűnj, ezt jól tettük, ez jó. Jó, menjem el rúzs neki gyorsan. Most nem kell itt a sorrend. Nem kell a sorrend. Jó, mehet ez. Jó. Ez a Kylie Collection-ből a... Menjem már. Gloss, oké. Okay. Na figyelj. Úgy csináld, hogy... Ah, te botrány lesz. Másik. Az jó. Ezzel légy szíves. Aha, jó. Jó, akkor előbb az alsó ajkát. Az ívet rajzold meg neki. Nyugodtan belenyomhatsz a kezeddel. És így lehúzhatod. Mi? Hát így lehúzhatod oldalra nyugodtan, ha úgy van. Eddig jó? Jó, hát eddig nem rossz. Nyugodtan. Hát ez nem is rossz. Közben rajta. Álmátom a fejedtem már megint. Jaj, ott a vonalat kövess, ne ilyen erősen. Hát nézd meg, hogy követem a vonalat. De ne ilyen durván! Hát hogy? Csak így rajzol végig, mintha egy ceruzával lenne. Így? De ne! Ne húzogass, hanem rajzold, így rajzold! De mit csinálsz? De nem áll, Timi, hát mit csinálok? Hát rúzsozom a Rebekát, hát mit csinál, nem látod? Jó. Kész! De ahogy van kész! Alul is csináld meg, mert alul ott bal oldalt nem látod azt a hullámot? Bal oldalt, az jobb oldalt van. De tényleg igazad van. Annyira szörnyű. De nem, hát csücsöríts, Rebeka. Csücsöríts. És most ott, ahol látod, hogy... De vegyél még fel. Felveszek. Fel. Jó, és most, ahol csücsöríts, ott, ahol látod, hogy nincsen. De jó. Bal oldalra is. Ez az. Nem is ér hozzá az ecset normális. De jó, és most... Ne. Azt nem kell? Ott a jobb oldalt. Na mindegy, cuppogtasd össze. Hallod, ez nem is olyan rossz. Csak nem jó, az még igen úgy. Jó, így most nagyon hazás alatt, mert oké, mehet. Úristen, ez jó! Ez jó! Hölgyem, szeretne valamit a szemére? Menjen a... Jaj, nem ez. Na, menjen a szemöldökére. Vagy te mondod meg, de én azt ajánlom. Azt ajánlom, hogy ez a szemöldöknek kell menjen, Timi. Mi ez? Ez nem tudom, mi az. Ez mondja a szemöldökére. Oké, és mivel kell? Simán csettel. Na, ezzel. Bám, jó. Neved már még ki.
Jó, és a sötétebbikből, a baloldaliból. De... Na, Bence, haladjál már! Baloldaliból, úgy vegyél fel, és kövess végig a vonalat, először az alsó vonalat. Így jó? Hát ez egyelőre igen. Jó, most jó, igen, és fölül is. Akkor kezdődik a szemöldöke, húzz egy felső vonalat. Az alul van. Ne! Ahol kezdődik a szemöldök. Itt? Vissza, balrább, még egy kicsit balrább, ott húz egy ott, igen, és fölül is. Vegyél még fel, ízét, barnát. Jó, így. Nem jó, vegyél még fel barnát. Húz neki egy ívet lefele. Még mind nem vagyunk kész. Hogy ne lennék? Lefele. Így? Nem, mondom lefele, jobb oldalt, ahol végén van a füle felé. De fordítsd el. Nagyon inkább hozzá, mert csak rosszabb lett. Így? Ja, úgy. Na jó, igen. Jó, tegyél át a másikra, mert szísérni fogok. Jó, és most itt is azt a vonalat. Így gondoltam az előbb is, csak fölül is csináld meg neki. De ne középen, hanem fölül. Ott! Rettentően ügyes vagy. De menj ki a szemöldökébe, mert a homlokát fested, látod? De nem látsz, itt Rebeka, te tudnád a legjobban. Nem csak Rebekához már lehet már járni. Hát hozzám is be lehet jelentkezni. Na ott még ahol kezdődik, ott még vigyél festéket. Meghallgattál, ahol kezdődik. Itt tessék. Na. Jó, de még vigyél fölülre is. Nem látod, hogy alul tiszta fekete, fölül meg üres? De megint alul fested. Ott. Uff. Jó. Jó. Édesem, én Pumukli úgy nézek. Aját, csináljunk már neki valamit. Te csináltad. Csináljunk neki valamit a szemére. A szemöldökét kéne, vagy a szempilláját? Hát a szemére valamit felvisznünk neki. Hát itt annyival én nem tudok választani. Melyik szint? Na, hát a barnát. Csukd be a szemed. Azt, én igen. Én becsukom. Vidd föl neki külső szélre. Nem, csak oldalt. Itt? Ott, igen. Itt? Kicsit beljebb. Itt? Aha. De nem itt kéne a szeméből, csak a szemét fest, de oldalt ne. Úgy, de ne, befele ne menj. Vegyél még felfestéket. És erősen, de csak a szeme ott, de ki ne vidd, úgy ott. És alul is? Ne. Hogy festenéd alul, amikor csupa van a szemem? Csak kérdem. Ott, igen, de menj bejebb, úgy. Egy nagyon kicsit mehet be. Kifele nem ennyi, mondom, befele! Jó, és most azt, amit most befestettél, azt erősen még dolgozz át, ami be van festve. De kifele nem ennyi. Jó. Olyan, mintha meg lenne verve. Nem. Most ezt a másik szemén is, de nem menj ki a szeméből, mint a másik. Jól van! De nem menj ki, mondom, azt ott kezdett kint a homlokán. Jó, de a szemét fölül is egy kicsit följebb. Na így? Hát így. Édesen füstösen, izé! Jó, füstös, az biztos. Jó, most azt a valahogy... Olyan vagy, mint egy panda, Maci. Valahogy azt így... Nem jó? Porold le onnan a szint valahogy. Jó, most mehet ez? Mehet? Ebbe? De akkor legalább fordíts meg az ecsetet, hogy nem a sötét részével. Aha. Zsír. Jó, és most középen, ahol vége van a... Igen, ott. De nem egy ki a szélére. Ó, pont ennyi. És ezt, amit most befestettél, ezt még erősíts meg. Ebből. Vigyél neki a sarkába. Oké. Úgy. De ez kajak így kell, három szín kell benne legyen. Hát ez így, ja, szemét szoksz lenni. Na most dolgozd össze így. Jobbra húzd egy vonalat, így balra. Nagyon jó, és most ezt a másik oldalt is. Tökéletes, nagyon jó. De figyelj már. Hát azt nem hiszem. Ebből ezt fogd meg. És menj át vele. Hova? Itt nézd. Itt. Mert itt nem lehet neki olyan ez a része. És azt úgy, azt fesd át. De hát fessed. Még egy kicsit oldalt, ahol fekete még. Ezt tényleg azt mondod, hogy így? Jó, és ugyanezt a másik oldalt, és aztán majd dolgozz el. A oldalt nagyon fekete, csak a szemed. Még itt is, nézd itt. Igen. Még egy kicsit beljebb. És a szeme alatt teljesen. Csukd be a szemed. Nézd fel, nem úgy, itt nézd, Bence, itt. Akkor bent a szeménél, hát ember, mondom, a szeme sarkába, hogy mutasson még itt, Bence, itt. Hát már kiesik a szemem. Ez másik tojás. Jó. Ez jó. Ez jó. De nem.
Mondod, hogy én csináltam, de Timi mesélte, hogy hogy kell. Én csak azt csinálom, amit ő mond. Kellő profizmussal egyébként. Ó, Jézus Istenem, ez nem jó. De tényleg nem tudod, hogy mik vannak ebben. Kész. Édesen, füstösen. Ó, ez nem annyira abba. Jó, még menj át rajta. Mi menjek át? Várjál, sárgát figyében, nagyon fehér. Hát ebből jobb. Hát jobb. Jó, most a másik oldalt is. Jó. Szegény, ezt fogják, hogy megvertük. Tudod mit? Azonban nem szállok ki a kocsiból. Egy pillanat. Ha pisilni kell, bepisilek. Kész. Mehet a spirál. Mehet a spirál? Először nézd felfele, Rebeka. Biztos vagy te abba? Nem. Nézd lefele. De össze fogja festeni az egész fejedet. Nem fogom. Valahogy nyisd ki. Hát legalább így nem nyomja ki a szemem. Ne haragudj kicsi, de nem bízom annyira a kezeidben. Ne élj hozzá az arcához, Éci. Orvosi pontossággal csinálom. Nem, pont ezért mondom. Nézd fel. Ne! Ne bal kézzel, Bence, vedd a jobb. Nézd fel! Ne bal kézzel, könyörgöm. Vedd vissza a jobb kezedbe, tiszta fekete lesz az orra. Húram Isten, teremtöm. Én még így is beléd szerettem volna. Nem mondok semmit, de a következő videó az lesz, hogy én tanítom sminkelni. Ez mégis mi a tököm? Nem tudom, vigyünk fel valamennyit. Tehát. Jó. Anyám! Ne, ez nem ilyen ebből semmi. Ez nagyon vad. Hát, hogy a... Hát akkor vigyél. Ide. Ide van. De mondtam, hogy ne! Te nem? Sokat könyörgöm! Ne, az nézd ne! Már ide. Másik! Az orra! Megcsúszott a kezem, na! Várj, ezt lealapozozzuk! Ne! Az egész olcsit olyan lesz! Inkább csak a másik ujjaddal szedd le valahogy! Na mindegy! Nekem tetszik, van benne valami, ami megfog! Mondjuk. Jó, szerintem meg vagyunk! Nem, hát kell még neki! Micsoda? Ilyen mondjuk! Mondjuk. Adj egy ecsetet, simán. Ezzel. Jó, ezt így az orcájára kezdett, hogy az hol van? Ó, azt a rohadt élet! Jó, oké. Most a másik. Oda. Ide. Jajaj. Highlighter. Nem, ez nem az, de mindegy. Vagy igen? Nem. Ne égessél már be. Hogy lenne a highlight? Dolgozz már el neki. Minden egyes nap látod, hogy sminkelek. Nem. Még egy ilyet mondasz, hogy highlighter a pirosító, leborítalak innen. Azért mondja, hogy highlighter, mert úgy csillog, hogy én is annak nézném. Hogy lehet belekerült egy kicsi sárga a összekeveritek az összes ecsetet. Persze, hogy csillog minden. Na, ez az szerintem, hallod? Ez tényleg az! Esküszöm neked, mondom ez én. Highlighter. De várjál, mondom mivel, azt ilyen ferdel, ilyen legyező ecsettel kell felvinni, de nem tudom, hogy van-e neki. Vidd az ujjad az. És hova? A pirosító fölé. Ide? Hát a pirosító fölé a csíkon. Ide? Ide nézd így. Úgy. Én nem tudok ezzel javítani tovább. Na jó, srácok, lányok, aki szeretné, hogy legyen egy 5 vagy 10 részes sorozat, amikor Rebeka megtanít engem ténylegesen jól sminkelni, mert azért tényleg vannak hiányosságaim. Van egy ötletem. Nem áll. Csináljunk egy olyat, hogy sminksuli, és csak hogy érezzétek, hogy meg lehet tanulni sminkelni, ne az legyen, hogy én mutatom meg, hogy hogy kell csinálni, hanem az lesz a lényege a sminksulinak, hogy téged megtanítanak. Én benne vagyok. Sminkeljetek ki engem, úgy, ahogy most én. Nem, Rebeka megtanít engem sminkelni, és a legvégén, amikor már azt mondja, hogy készen vagyok, akkor kisminkelek téged. Mekkora ötlet! Ott van. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót. Nektek azt köszönöm, hogy én ezt átélhettem, és részese lehettem ennek a folyamatnak. Megálltam a sárga ízét a szemzugába, hogy mi a tököm az, és visítok. Nézzel. Ott azt ott eftit. Aki nézi a videóimat, az igazából tudja, hogy mivel mi volt a probléma.
Úgyhogy erről nem szeretnék többet beszélni, leszeretném mosni és lezárni ezt a történetet, de nagyon ügyesek voltatok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Illetve hozzánk is készültek videók. Így van, Bencéhez és Timihez is készültek videók, azt hiszem, hogy egyszerre is fognak kimenni. Egyszer mennek ki. Úgyhogy, ha nem láttátok még őket, akkor ezután a videó után nézzétek meg azt, és lesznek még ilyen videók, ne aggódjatok, fogjátok még nálam őket sokat látni. Nagyon kosos a kezed, ugye? Minden. Tudod, hogy állok a kézmosáshoz, igen. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra és az ő csatornáikra is, kövessetek minket Instagramon is. Nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük, hogy itt lehettünk. A következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Bye!